Hajrá, jó reggelt kívánunk! Sok szeretettel üdvözlő a Trabant Expedíció a lelkes nézelődőit egy tankolás során, amit mi ugyebár trabantos módon megpróbálva az üzemanyagot spórolva éppen Szibériában követünk el. Nos, újabb snitt és átkeverés. Tehát el ne higgyétek egyetlen szavamat sem. Ha Tamás barátom, aki a kamerát fogja, kicsit oldalra viszi és megmutat egy útoszlopot, akkor immáron elárulhatom, hogy a Trabant nem volt Tamással a közép-ázsiai úton. Az esetünk apropója az az, hogy Tamás barátunk az első, úgymond, próbaútját a társaságomban, a Trabant Expedíció képviselőjeként, Irak irányába, ettől a kútfejtől, ennek a kútfejnek a fölavatásától indította. És akkor átveszem tőle a kamerát, és meginterjúvolom, hogyha tovább viszi a saját autója felé a kamerámat, hogy mit is élt át, és hogyan is történt ez a közép-ázsiai utazás. Verpelét 2022. decembere. Tamás kezében egy érdekes újság, amit valószínűleg nem a postás hozott ki nekünk a háttérből, hanem valahonnan érkezvén most kettő szóban beszámol utazási élményeiről. Az újság valóban Iránból, Teheránból származik, pusztán emlékként hoztam magamnak, nyilván egy betűt sem többől elolvasni, de mint láthatjátok, az utam sikerrel járt, és majdnem mindenhova sikerült eljutni, ahova terveztem, és mindenféle kalamajka nélkül sikerült megoldanom. Az út 18.000 km-re lett tervezve, és körülbelül annyi is lett, bár számos ponton módosult az eredeti terv, de az út során a kék színnel rajzolt tervezett útvonal le is kopott, és már csak a piros látszik, amelyre valójában sikerült haladnom. De erről majd később részletesebben. Jó. Kicsit elvonulunk a Szibériából, mert hogy velem találkozunk az utazó családdal, akik egyébként Tamás barátunknak is szervezték az utazását, és egy következő kaland egy murmanszki, meg egy arhangelszki utazás témájába belevágunk, hogy ki ne essünk a ritmusból. Rövid utazási ceremónia után az autópálya minden különösebb gondok nélkül fölértünk Budapestre. Nem, ez még nem Kína. Tamás barátunk technikai problémáját egy úgynevezett Tesla guru orvosolta, miközben az ő Teslája azt mondta, hogy 120 km-nél többet ezzel az akkumulátorral továbbiakban nem hajlandó teljesíteni. Ezért egy távjavítással sikerült rábírni a szerkezetet arra, hogy mégiscsak Tamás 20-pár ezer kilométeres útját ne 100 kilométerenként kelljen lezongoráznia. Nos, hát itt vagyunk a Tesla varázslónál, és hát elsősorban szeretném nagyon megköszönni a távfelügyeletet és minden mást, amivel sikerült az utamat támogatnia. És hát egy kis tokai finomságot, illetve kifejezetten Grúziából lehoztam egy grúzbort, ami nagy hírében áll, úgyhogy reméljük, hogy ízleni fog, és ezzel kellemes ünnepeket is szeretnék egyből kívánni neked. Nem fogok feleszkezett, mert beteg vagyok, sajnos is. Azért is megértettem is. És hát nem tudom eléggé megköszönni neked a társsegítséget, amit nyújtottál. Hát ez egy isteni szerencse, hogy kibírtam még azt a csekély 15 ezer kilométert. Igen. És még mindig megy, tehát ugye... Majd frissítettél adókat? Nem frissítettem, most ugye úgy gondoltam, hogy az ünnepeket le tudom. Mert van most egy-két hosszabb utam, addig a 330 km hatótáv az jól jön, és akkor az ünnepekben lefrissítem, és akkor megpróbálom ugye az év elején majd ezt az újra a szervezési pontot felvenni a központtal, és akkor valószínűleg cserélik a hámiaksit, és akkor... Mit legyen? Nem költ meg bele abba, ami történt. Mint hogy kedves nézőimet sikerült belelőttem a szakadékba, szerintem ebből a snitből sokat nem értetek. A háttérben talán Tamás, hogyha elővezetni azt a problémát, amivel melyik országban is szembesültél? Ez Oroszországban történt, Jekatyerinburgban, egy IKEA-s töltőnél. Feltöltöttem az autót, és reggel azzal üzenettel fogadott az autó, hogy akkumulátor töltési kapacitás lecsökkentve, vezetés lehetséges, ütemezze be a szervizt. Na most idehaza Magyarországon, vagy általában Európában az ütemezni egy szerviz, viszonylag egyszerű, Tesla applikációt előveszem, beütöm, és ad egy időpontot, amiből a megfelelőt kiválasztom, és jövök. Ott viszont ugye Oroszországban hivatalos Tesla szerviz nem lévén, a legközelebbi hivatalos szerviz az Helsinki, 2450 km-re, Budapest pedig mintegy 5000 km-re volt.
Történetesen Soma pont Helsinki-ből segített rajta egyébként. úgyhogy a helyzet az volt, hogy én beütemeztem nagyon szívesen a szerviz, de igazándiból, amit tudtam találni, meglepő módon, ahol álltam, 3 kilométerre volt egy a tiédhez hasonló Tesla szerviz, elég komoly berendezésekkel, Tesla szerviz, Ekatyeri Buk, TSE, kaptam is egy baseball sapkát tőlük egyébként, majd ezt nem mutatom neked, egy aranyos csapat volt, de annál többet ők sem tudtak mondani, sőt szerintem még annyit sem, mint amit te mondtál, ők ugye annyit tettek, hogy bedugták töltőre, ott a főnök pont nem volt, és akkor telefonon segített. Lényeg az, hogy éppen 80%-on volt az autó, azt mondták, hogy 80%-ig lehet feltölteni. Hát ugye nem valós, mert amikor elértem onnan Cserjavízba, ami kb. 200 km, akkor már fogyott annyit a akkumulátorból, hogy tudtam tölteni, és mintegy 33%-ig, az egy olyan 120 km hatótávig engedte az autót tölteni. Tehát ők azt még annyit sem tudtam belőle kiolvasni, mint amennyit egyébként úgy is sejtettem, hogy ez nem annyi. De egyébként nagyon kedvesek voltak. Próbáltuk, hogy volt egy ugyanolyan P85D, mint az enyém. Abban ugye nem volt hátsó motor, de gondoltam, hogy esetleg szőrére elcsérjék, és eljövök azzal, de nyilván ez csak a vicc kategóriája volt, úgyhogy egy közös fotó után elváltunk, és elindultam. Ez volt a legjobb megoldás, hogy elindultam. Az egésznek az oltárán ugye annyi esett, hogy ugye ott Jekaterinburg és Cserjabinsz között lett volna a majaki atomkatasztrófának a helyszín, amit szerettem volna meglátogatni. Egy pici háromszöget kellett volna beiktatnom, de ebben a helyzetben én ezt nem kockáztattam meg, hogy pont ott fog kimerülni, vagy valami. Úgyhogy ez így kimaradt sajnos az útból. Majd lehet, hogy egyszer még oda elmegyek. Jó, akkor én, mint hogy technikai ember vagyok, akkor megint elővallám azokat a felől, hogy mi lett ennek a technikai problémának a megoldása? Hát ugye nyilván az akkumulátor belsejében valószínűleg cellafeszültségek szétcsúszása következtében hozta a döntést a BMS arról, hogy nem engedi jobban feltölteni az akkumulátort. De mivel ezt a fiatalabb firmware verziót szigorúban veszi, ezért mi azt csináltuk, hogy egy egyen régebbi firmware verzió került vissza az autóra, ami nem annyira szigorú ennek kapcsán, és lámnál azóta is működik. Tehát itt nem egy 10 évvel vagy 5 évvel ezelőtti felvert raktunk vissza, csak egyel üregebbet. És ez mentette meg Tamást ezen az úton. De ilyet a Tesla nem csinál, nem is tud csinálni, nem is csinálhat. Tehát a Tesla nem is tudta volna őt megmenteni. De reméljük, hogy ez nem fogja szúrni senkinek a szemét a Teslánál, mert... Szerintem mindent a cél érdekében, nem ritkán trabantos létemre, hogyha éppenséggel nem találok a kuplunk kinyomó villámhoz egy karosszérlakatos vagy autószerelőt, akkor afrikai szintéren nyugodtan meghegesztetem egy kerítésheggesztővel, és ez most ne a te degradálásodat tért úgy. Ez most más volt egy kicsit. Itt ugye arról van, hogy ez egy garanciális autó, tehát ez még áprilisig a motor, a hajtás, az akkumulátor garancia alatt van. És ugye nem szeretném semmi olyanhoz nyúlni, amit nem szabad, úgyhogy ezért volt ez egy kicsit ilyen óvatosan nyúltak Gyuriék hozzá, és csak olyat csináltak, amit szabad. Valójában, ahogy Gyuri elmondta, valószínűleg csak valami piszlicsári kondenzátornak, vagy valami ilyesminek lehet a problémája, tehát alapvetően nem a nagy akkumulátornak van ilyen értelemben, hogy cella hiba, vagy ilyesmi, de ezt nem tudhatjuk, nyilván ezt majd a Tesla, amikor megvizsgálja, vagy kicseréli, vagy akármi csinál vele, akkor majd kiderül. De a lényeg az, hogy 5000 kilométerről konkrétan emberi kézérintése nélkül a probléma megoldható volt, és ezt nagyon köszönöm még egyszer. Ott a pont. Attól tartok, hogy ez nem pont egy Trabant garázs, de a hasonlóság az kísérteties. Tehát van itt karosszéria, van itt alvás szerkezet, vannak valószínűleg motorok is, amik nem pont hasonlíthatnak a Trabantokhoz, de ez tény is való, hogy ez a lebontott szörnyűség, ez egy Tesla. Sose láttam még így alulról ilyen szerkezetet. Ez a nagy darab valamilyen szerintem egy akupak lesz. Viszont tök jó, hogy nincs kipufogó és nem tud semmi fölakadni, igaz? Elektronikus csatlakozók. És hát ebben a helyzetben is ritkán látunk egy-egy ilyen jellegű szerkezetet. A motortér teljesen leburkolva, szerintem valami autónak totál jó lenne. Ez a lapos vas szerkezet. Szerintem nem lehet más, mint egy üzemanyagtartály, jól sejtem? Ő egy üzemanyagtartály? Nem, ezek mind akkumulátorok. Ugyanarról beszélsz?
nemrégiben, ugye, hogyha emlékeztek rá, jártunk az elektromos Trabantnál is, majdnem Teslát mondtam, az elektromos Trabantnál is, és hát az bizony egy ekkora motorral nem rendelkezett, meg az 500 km-es hatótávolságból is hiányzott, legalább 460, de minden esetre ugyanilyen, vagy ehhez hasonló alkatészekből állhatott össze. Segítettek rajtam, illetve a főnök is rajta, mert ő segített, és akkor a telefonon az ott vagyunk ügyen, a telefonon adta az ukást, így kívül a... És mint hogy ez megvolt, viszont a lelki egyensúlyom helyreállítása érdekében innen a nem egészen másfél kilométerre található Trabi garázsba fogunk innen találni. Mindenféle átfolyás nélkül, nem fogjátok elhinni, ugyanaz a zene szól ebben a garázsban, mint ami az előbb a Tesla szakszervízben szólt. Nem mondok rádió neveket, mert minek csinálják nekik reklámot, de ugyanez a nóta szólt, tehát olyan gyorsan átértünk egy igazi műhelybe, ahhoz képest, ahol voltunk, hogy az valami elképesztő. Nos, nem akarok senkinek rossz vagy jó reklámot csinálni, ez bizony egy Trabi garázs, amit a fenti ábrákból is szerintem nagyon szépen láthattok. Hát itt ugyebár hiába keresem a nagy akkupakkot, viszont találok helyett egy megfelelő méretű kipufogót, és a többi ökörségemet pedig ki is hagyom a viszonzásokból. Mert hogy ismerek itt egy olyan fiatal embert, aki gyönyörű, régi-régi jószágokkal rendelkezik. Már nem itt a garázsba, de... Figyelj csak, én dolgoztam a Luc Besson filmek forgatáson, a Taxi 2-t azt nálunk Párizsba forgatták. Uh-huh. Ott a főhős ugyebár a saját garázsában lakott. A vágóképek alapján itt teljesen más alkatrészek találhatóak, mint a Tesla szakszervízben voltak. De azért itt is megvan a megfelelő stokizás. Hú! A két ütemű és csodálatos alkatrészei szintúgy itt szerepelnek. Hú, ez pedig egy szívemvágya projektnek az alapja lehetne egy Trabant Tram, amiben egy némi dolgot bele kellene még pakolászni ahhoz, hogy ez eljuthasson Afrikába, és esetleg az is ott maradhasson Maliban. Bamako városában, mint a Budapest Bamako által kivitt és sajnos ott hagyott Trabant Tram. És látom, van még ott egy újabb projekt is ott a hátsó szférjában, vagy a szférák zenében ott hátul. Abból a barkaszból lesz még valamikor valami? Természetesen nevemen van, jövőre megy lakatoshoz, mert nekem nincs időm rá. De már le van beszélve az időpont, úgyhogy készülni fog, igen. Ez igen. Egyébként ennél annyit javít. Hű, és akkor zárszóként szerintem halljunk már egy pár szót arról, hogy milyennek az elő- és utóélete? Hát ennek az előélete az az, hogy 4 éve van meg. Nem, 5 éve van meg, 4 évig készült. Igazából most nyerte talán azt, merem azt mondani, a végleges állapotot. Érdemes a fejlnikre is fókuszálni egy picit. Nagyon kemény. És hát bár szigorú felkérés volt, hogy ne ajnározzam azt a fiatalembert, aki Krisztián névre hallgat és a Trabi garázs Facebook oldal üzemeltetője, hogy ezek mind-mind az ő hobbi járművei és az ő tulajdonát képezi. Viszont ez nekem többet jelentett, ez a rövid 2 perces látogatás itt, mint az eltöltött másfél vagy fél óra a Tesla szakszervízben. Köszönöm szépen a megtiszteltetést, hát és természetesen Krisztiánnak további kellemes szabadidő eltöltését kívánok. Ne kérdezzetek semmit. A Trabant expedíció ezen a prominens napon valami ördög adta helyre kerül, de komolyan mondom. Semmi másra nem tudok beszélni, csak az ördög adta helyről, mert hogy a napunk befejezéseképpen, miután már voltunk egy Tesla centrumban, voltunk egy Trabi garázsban, azt hinnénk, hogy ez a világ teteje, de nem. Ez a világ teteje, és immáron rámerek közelíteni a vendéglátónkra, Ördög Mixire, akit csak azért tisztelek, becsülök, stb. Mert egyrészt korosabb nálam, másrészt sokkal jobb versenyző, harmadrészt én sosem voltam az, és ezt már Kővári Barnának is többször elmondtam. Egyébként tiszteletét küldi egy ismét versenyzőtársad, a Pap Gábor úr. Üdvözlöm, ugye már guminyúltól jöttünk. Hoztad el. Főzőcskézik jelen pillanatban. Mi lesz az ebéd, vagy a vacsora? Hát, ezt Gábor nem vallotta be, sőt, meg sem invitált bennünket, de majd ezt hazafelé úton az M3-ason majd abszolválni fogjuk, hogy úgy mondjam. Nos, Mixi, mint tudjuk, te
hétről hétre szerkeszted a VLC magazin műsorát, ugyebár a Szentendre Rádión. És ennek a vendége lesz majd jövő héten hétfőn Tamás barátunk, aki a közép-ázsiai útjáról tért haza. Figyelj, én átadom nektek a szót, és háttérbe vonulok. Aranyos volt. Még egyszer örülök, hogy megismertelek. Én is, hogy találkoztunk végre személyesen is. Mennyi kilométert megy el a Teslád? Egy töltéssel. Egy töltéssel. Sebességtől függően olyan 350 és 500 kilométert tud megtenni egy töltéssel. Most az elmúlt utamon volt is rá példa, hogy egy kicsit úgy kihúztam. Egy-két olyan országot érintettem, ahol a hagyományos... Nincs áram. Áram van mindenhol, az a hagyományos elektromos autó töltőállomásban az volt híján, tehát konnektor sűrűben van, mint benzinkút. És hogy azzal is tölteni? Sima vezei 220-assal is, sőt, akár ipari áramról is lehet tölteni, tehát igazándiból... És aggregátort nem is vittél? Nem vittem magammal. De szoktál? Nem, sose vittem még magammal. Olyan értelemben vittem már magammal, hogy nekem a cégemben az egyik tevékenység drónos permetezés, és mezőgazdaságban permetezgetünk. A régebbi drónom egy ilyen 3,5 kW-os agregátort igényel, hogy kint a szántóföld szélén azokat a fél kWh-s aksikat ugye valamivel töltögessem. És egyszer viccből megpróbáltam, amikor már itt szezon végén maradt még benne ott 2-3 liter benzin, ami jövőre már úgyse jó, na mondom, kipróbáljuk. Na, 3,5 kW-os agregátor kevés volt ahhoz, hogy megkezdje a töltést. Most van egy 13 kW-os a nagyobbik drónomhoz, az viszont akkor egy raklapon van rajta, egy 150 kg, tehát azt még nem tudom magammal vinni. Úgyhogy, de nem volt rá szükség, hál' Istennek sehol nem volt semmilyen probléma a töltéssel. Ez nagy dolog. És mennyi idő alatt töltődik föl? Tehát én akkor meddig kell ott maradnod, ahol találsz egy konnektort? Minden az áram mennyiségétől, a fázisok számától most függ. A legalacsonyabb, áram, amikor egy 10 amperes konnektorod van, amiről egy kis rádió elmegy, a nulláról 100-ra, ott egy olyan 20-24 óra kellhet. Tehát akkor ott alszol. Akkor ott alszok, vagy úgy teszem, hogy bedugom, és akkor ott városnézés. Direkt vittem magammal egy, nem elektromos, egy sima lábbalhajtós rollert erre a célra, hogy ha esetleg úgy le kell tenni az autót valahol hosszabb időre, akkor addig is tudjak mozogni. Egyetlen egy métert nem mentem a rollerrel, hál' Istennek mindig mindenhol vagy. Olyan helyen volt a lehetőségem, vagy a helyiek nagyon kedvesen a saját autójukkal elvittek, vagy gyalog el tudtam sétálni, mert közel volt a látnivaló, úgyhogy hál' Istennek így mindenhol megoldott ez a kérdés. Nem, van valami felirat az autódon? Tehát tudják a helyiek, hogy valami expedícióval? Igen. Itt nem olyan messze tőled lakik a Gályász Attila festőművész barátom Lányfalun. Ő tervezett nekem egy kis logót a kocsi orrára, ami tulajdonképpen egy térkép, és ugye úgy találtam ki, hogy azon én Firestone-nal először bejelöltem a tervezett útvonalat, majd egy másik színnel, pirossal jelöltem folyamatosan a már megtett szakaszokat, hogy ténylegesen merre sikerült menni. Sok helyen módosult, változott az útvonal, és akkor... Egyedül mentél? Végül egyedül mentem, volt több variáció, hogy ki lesz az utitársam. Legelőször a Badársa annyit kérdeztem meg, ő benne lett volna, csak neki nem volt ennyi ideje. Aztán sikerült megegyezni a Nagy Bendegúz, a kerekesszékes világjáró barátommal, hogy ő eljön velem. Neki egészségügyi probléma lépett közbe, és nem tudott eljönni. Aztán utolsó pillanatokban ilyen pánikszerűen próbáltunk valami utitársat találni, de addigra már mindenki vagy elkötelezte magát, vagy valami olyan közben jött, ami miatt nem tudott jönni. Én még nem tud, mennyi idős volt ez az út? Kettő hónap. És merre felé indultál? Budapestről? Tulajdonképpen ugye az eredeti terve szerint Miskolcról indultam volna, de Zsolt barátom szervezett egy ilyen kis terepjárós túrát lent a Postagon, és gyakorlatilag ott egy kétnapos előkészítő táborban vettünk részt, és onnan indultunk el, onnan indultak ők útnak, majd Miskolcon ugye az ottani villanyautós, igen, és ottani villanyautós közösség szintén kijött a Miskolci Supercharger töltőhöz, és ott ők is egy kicsit útba igazítottak, jó utat kívántak, stb. És onnan indultam tulajdonképpen már teljesen önállóan egyedül el. És akkor ilyenkor, tehát akkor a terepjárosok nem is jöttek a bad irányba, amellett? Nem, ők a Postagon maradtak, még ott ugye azon a napon még ott volt valami program. Onnan én már egyedül indultam el ugye Budapesten, Miskolcon keresztül, és akkor Szlovákia, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország, Oroszország, és akkor megindult a
Mondjuk, akkor ezek szerint melyik volt az első állomásod, ahol meg kellett állni, tölteni? Szlovákiában, Kassán álltam meg egy picikét. Ott egy nagyon kicsit rá kellett tölteni, hogy azt a kinézett lengyel állomást el tudjam érni. Hát olyan nagyjából úgy csináltam, hogy 152-150 kilométerenként álltam meg tölteni. Igazándiból ugye próbáltam... Te nem bíztad a véletlenre, úgy vettem észre akkor. Egyfelől, másfelől, meg ilyen low budgetre vettem az utat. Az én autóm ugye egy Tesla, ami ráadásul egy olyan képességgel bír. Mikori autó? Ez egy 2015-ös áprilisi autó. Ezek még bírnak azzal a gyár által biztosított lehetőséggel, hogy életük végéig, már pedig alumíniumból vannak használni, tehát elég sokáig van erre lehetőség. A Teslának a saját hálózatában egész Európában ingyenesen tölthető. Méghozzá nagyon gyorsan, tehát ezek nagyon gyors töltők, és ezzel elég jól el van látva az útnak az első szakasza, illetőleg majd a befejező szakasza is, tehát sok helyen igénybe tudtam venni ezeket a töltőket. Vagy ha jól számolok, akkor ez már 7 éves az az autó. Már közelebb van a 8-hoz, igen, áprilisban 8 és éves lesz. És az első garnitúra akkumulátor van benne? Igen, és még 95%-os a akkumulátornak az egészségi állapota, hogy megelőzzem a kérdést. Figyelom, mennyi kilométer van már benne így az autó? Most, hogy hazajöttem, 367 ezer és egy pár száz kilométer van benne. Azt a minden, úgyhogy... sem esetrék vannak. Úgyhogy van olyan egyébként ezekből a modellekből, amelyek már túl van az 1.200.000 kilométeren is. Nyilván azokban már volt akkumulátor cserélve, van amelyikben motor is. Mióta van nálad? Nálam lassan májusban lesz 3 év, hogy ez az autó nekem megvan. Kellett már fékbetétet cserélni? Nem, az még szerintem a gyári van benne. Ez a nagy dolog. Mert gyakorlatilag alig kell fékezned, ha észre mész. Tulajdonképpen van két állása ennek a rekuperáló rendszernek. Ha elengedem a gázpedált, ugye a villanymotor automatikusan generátorra változik és lassítja. Ez ugye van egy alapállása, illetve egy erősebb, és akkor gyakorlatilag például Örményországban, amikor ugye 3000 méter magas hegyekről ereszkedtem lefelé, akkor ez óriási volt, hogy rengeteg áramot visszakaptam, amit fölfelé ugye felhasználtam. Azért óriás dolog. Igen. Úgyhogy... Ennek csak a két első kerekét hajtja az autó? Nem, ez egy performance modell. Az azt jelenti, hogy egyrészt a hátsó motor is nagyobb, illetve van egy első motorja is. Tehát elő egy körülbelül ekkora, hátul egy valamivel nagyobb motor van. Így ugye a két motorból adódóan 4 kerék meghajtású az autó. 770 lóerőt tud, és elvileg 2,8 alatt van 100-on. Hát én ezt nem tudom kiautózni belőle, de nálam ügyesebb pilóták valószínűleg ezt meg tudják csinálni. De olyan 3 másodperc környékén én is tudok vele menni. És utána, ha egy ilyen gyorsulsz, akkor az mennyi anyag energiát fogyaszt? Nyilván ahhoz, ilyenkor ugye sokkal jobban zabálja, de azért annyira nem veszélyes a... Állj, már kicsit, mert föl kéne vennem, jó? Rövid intermezzo után, miután Tamás barátunknak egy bejövő hívását kötelessége volt felvenni, mondván azt, hogy bárhogy ő egy ügyfélszolgálatos is, nem köztudott ugyan, meg nem akarok neki reklámot csinálni, még így rejtve sem, ugyebár a teszlázáson kívül egy töltőállomás hálózatot üzemeltet Magyarországon, tehát saját töltői vannak a saját Teslájához. Na jó, nem nagy képüsködő tovább. Mivel hogy lekezelte az ügyfélszolgálatos problémát, visszatérünk ahhoz a beszélgetéshez, ami továbbra is Ördög Mixi otthonában folyik, és én, mint értő hallgatóságként visszafoglalom a helyemet a kamera mögött. Tijetek a szó. Ezek szerint több töltőd is van. Így van. Ilyen egyenáramú DC gyors villámtöltőből 5 darab is üzemel már az országban, AC töltő, ami egy lassabb... Lehet tudni, hogy merre fele vannak? Igen, ugye én azt tűztem az ászlómra, hogy az A-ból B-be való eljutást biztosítsam. Ugye elsőként az M3-as autópályát vettem célba, és a legelső töltőm az Budapesttől, Miskolctól egyaránt 90 km Nagyfügeden található, majd egy következő 80 kilométeres lépcsővel Oszláron, Tiszaújváros mellett van egy másik, így ezzel a két töltővel Budapestről Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza nagy biztonsággal a legkisebb hatótávú autóval is elérhető. Vannak is olyan ügyfeleim, akik a kis legkisebb kis CZ-ról rendszeresen Debrecenből feljártak Budapestre és vissza, hiszen ezzel a két ugrással meg tudták ezt a kisvárosi autóval is tenni. És ott ezen a
töltőállomáson egyszerre hány autót lehet tölteni? Igazándiból ugye többféle szabványú van, ugye hál' Istennek nem egyeztek meg az autógyártók előre egy ilyen új technológiánál sem. Van ugye két DC ág, mind a két kar másfajta csatlakozóval rendelkezik, illetve az AC-vel tudó, tölteni tudó autók is. Bocsánat. Hiába. Áll is meg szerintem már. Ott hagytuk abba, ugye, hogy merre vannak ezek a töltőállomásaim. Ugye az M3-assal kezdtem, ott egy kicsit felülreprezentált is vagyok, mert AC töltőkkel még két oldalról megvan egy kicsit támogatva, illetve pont amikor Zsolttal indultunk ugye a legutóbbi iraki utunkra, akkor még itt Verpeléten-Eger közelében látottunk még egy ilyen DC töltőt, de van egyébként az M6-os mentén Tolnán egy ilyen, van Siófokon, illetőleg ugye az AC töltőt szintén van az M6-os mentén. Tehát gyakorlatilag, hogy Budapestről indul valaki Siófokra, elér és ott meg tudja. Nagyságrendileg igen, vagy Pécsre is, gyakorlatilag az én töltőimen keresztül ugye Nyíregyházáról, vagy bárhonnan az ország másik végéből el tud jutni. Gondolom GPS oda viszi, és akkor ott meg tudja tölteni. Van ehhez megfelelő applikáció egyébként ilyen közösségi használatban, amit ugye használnak is a felhasználók, és az alapján oda találnak, úgyhogy meg hát ilyen szájhagyomány útján egy ilyen gerilla marketinget folytatok a Facebookon, meg van YouTube csatornám, stb. És ott ezeknek így hangot adok, úgyhogy eléggé egy ilyen kis közösség kovácsolódott körém, de én szoktam venni a villanyautós találkozókon, egyebeken. Engem kicsit többen ismernek meg, mint ahányat én megismerek, hiszen ugye én arccal vagyok fent, ők meg ugye hát többen vannak, mint én egyedül, úgyhogy de azért körül szoktak mindig venni, mikor megyek egy-egy ilyen találkozóra, és akkor beszélgetek a ügyfeleimmel, úgymond. Én nekem egy maradandó élményem van egy Teslával. Egy nagyon kedves barátom tavaly leasingelt egyet Németországból, ezt a Tesla 3-ast, ha jól tudom. Model 3 van ilyen, igen. Igen, és a déli pályaudvar mellett van az irodája, és elvitt engem egy háztömbre ezzel az autóval. Hát én még életemben nem ültem, pedig azért csak 47 éve versenyzem olyan autóban, amely így gyorsult volna. Ha nem lett volna fejtámla, biztos elhagyom a fejemet. Az igen. Hihetetlen, hogy ment. Életemben legelőször én is egy Model 3-ban ültem. A Soroksári úton mutatta be az értékesítő, hogy is gyorsul egy ilyen autó. Én ahhoz tudnám hasonlítani, amikor az ember ilyen nagyon hideg fagylaltot eszik, és szinte lefagy az agya. Úgyhogy valami szörnyű volt, ezt kétszer megismételte, majd átadta a kormányt, és mikor én nyomtam a pedált, akkor sem enyhült az élmény, tehát ugyanazt az élményt éltem át, mikor én nyomtam a pedált, tehát egyszer nem tudtam felfelé, hogy tud valami így gyorsulni, de... Hihetetlen, és így, hogy négy kerékhajtású, úgy átviszi az aszfaltra... Nincsen csúszás. Igen, valami elképesztő jó volt. És aztán a másik, ami nagyon meglepett, hogy mennyire puritán belül az egész. Tehát van egy képernyő, és minden arról megy. Nincs egy kapcsoló, nincs semmi. Néha egyébként hiányzik is egy-két fizikai kapcsoló. Tehát például, amikor ugye van négy üzemmód, és amikor egy ember szeretné megmutatni, vagy egy előzés közben szeretne egy gyorsabb módba kapcsolni, akkor három gombot kell megnyomnom a kijelzőn, hogy ez megtörténjen. Még hogyha kormányon lenne egy csattintó, mint az ablaktörlő, akkor sokkal gyorsabban ezt megtehetném. Együtt tudok vele élni, de nyilván jobb lenne így. Hát azért ez egy óriási dolog. És jelen pillanatban körülbelül hány Tesla van forgalomban itt Magyarországon, tudjuk ezt? Én úgy tudom, hogy bőven 1000 fölött vannak a hazai Teslák száma. Folyamatosan nő, tehát ezt így nehéz számon tartani, mert ugye most már van hazai képviselet, hazai szervíz is. A Váci úton láttam, pont így most van. Jöttem haza, és akkor láttam, hogy ott állnak a kivilágított térbe. Így van, rengeteg. Bár a Teslának az új autó értékesítése merőben eltér más automárkáknál. Na, ugye nincs olyan, hogy mi most ketten összefogunk és csinálunk egy Tesla ördög nevű kereskedést, és akkor kapjuk valamennyiért ugye az importőrtől, és akkor mi megadjuk annyira, amennyi ugye megvan a franchise szerződésbe kötve, hanem ez úgy néz ki, hogy ezek az értékesítési pontok, amiket ez inkább ilyen bemutató terem, ahol be lehet menni, meg lehet tapogatni az autót, lehet róla kérdést feltenni, de az autónak a rendelése az úgy zajlik, hogy van egy weboldal hozzá, ahol fölmész,
ott az autó, ugye van ez a négy modell, kiválasztó, körülbelül 5-6 extra van egy-egy autó. Négy modell van? Igen, az első az X, a 3 és az Y az, ami már gyártásban van. Láttam valamit a neten, egy ilyen terepjárószerűt. Az még szerintem jövőre kerül gyártásba, az a pick-up, így van. Igen. Amit elkezdtek most gyártani, és Amerikában már Pepsi-nek ide-oda szállítottak ki, az a kamionjuk. Az már van, de az még nem olyan darabszám, tehát az még nem... tehát személyautóból ez a négy az, ami fut, illetve és régebben volt a Roadster, de az már nincs. Mondj még, hogy ezek mit tudnak, tehát mi a különbség köztük? Most inkább a technikára gondolok, nem a kinézetre. Hát ugye... Mindegyik négy kerékhajtás? Nem, tehát alapesetben hátsó kerékhajtásúak ezek az autók, és a magasabban felszerelt verzióban van két motor, és annak hajt az eleje is. Igen. Általában ez így szokott kinézni. Értem, azért nem nagy dolog. Tehát magyarán visszakanyarodva, ugye úgy tudod megrendelni az autót, hogy fölmész ugye erre a weboldalra, kiválasztod a modellt, azt a 4-5 extrát maximum, tehát szint, kereket, üléskárpitot, egy-két, hogy autópályát legyen, stb. Nagyon minimális extra, amit tudsz választani, szinte minden benne van alapból, és utána pedig az ár ott van, alkura lehetőség nincs, tehát nincs az, hogy én belealkodok egy vonóhorgot, egy gumiszőnyeget, egy akármit, ennyi kell, nem kell, teszem el. A tavalyi évben több mint 1 millió darab, picivel kevesebb mint 1 millió darabot gyártott a Tesla, és nem tud annyit gyártani, amennyit elne vinnének. Most már 3 személyautó gyára üzemel. Merre fele van? Ugye a legelső az egy General Motors Toyota bezárt gyár volt Fremontban, amit ő újraindított. Ott gyártják ugye az S-et, az X-et és valamennyi Model 3-ot. Igen. Utána megnyílt ugye a Shanghai gyár Kínában, megnyílt Berlinben a gyár, és bocsánat, rosszul mondtam, most már a negyedik gyár is üzemel, Texasban, Austinban. És hozzánk honnan jönnek? Itt Európában? Változó, ugye a két nagy modell értelemszerűen az csak Fremontból érkezhet. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy a Model 3-ok azok pedig a berlini gyárból, tehát nyilván a legközelebbiből célszerű hozni. És amikor, nehogy Isten, gond van egy ilyen autóval, azt hol lehet szervizelni például itt Magyarországon? Amíg nem volt hazai Tesla szerviz, ugye két lehetőséged volt. Az egyik ugye a legközelebbi szerviz az Ausztriában, Bécsben, Grazban, Linzben volt, ugye oda kellett szervizidőpontot kérni, ez a hivatalos verziója. Uh-huh. Illetőleg hát volt már akkor is, ugye Zambelli Gyurit talán ismered. Nálam kezdett versenyezni. Így van. Az egyik legtehetségesebb magyar rali versenyző. Ő belefogott a elektromos autókba, és azonban is leginkább a Tesláknak a szervizelésébe, és nagyon jól érti, és nem csak ő, hanem a fia Soma is. Igen. És gyakorlatilag ő Tesla varázslóként nevezzük itt a országon belül. Ő neki már nagyon régóta van egy ilyen kis műhelye, amit idén sikerült egy nagyobbá átalakítani, vagy sem. Mi is ma voltunk először nála, én a régebbi műhelyében voltam már több ízben, és nagyon profin kezeli ezeket az autókat, úgyhogy nekem is egyébként utam során is volt egy alkalom, amikor segítségére szorultam, és 5000 kilométerről tudott segíteni. És megcsinálta. Így van. Mi volt a gond, ha nem titok? Hát annyit mondanék, hogy az akkumulátorral kapcsolatosan egy piszlicsári, filléres probléma miatt ugye lekorlátozta az akkumulátornak a tölthetőségét az autó, ami azt jelenti, hogy akkor még nem tudtuk, de később kiderült, hogy egy olyan 33%-ra, azaz olyan 120 km hatótávra levette volna a tölthetőségemet, és gyakorlatilag ez megbírhatta volna az utamnak a folytatását, hiszen se előre, se hátra, tehát Urálon sem tudtam volna visszajönni, mert ez Jekatyerinburgban történt velem, és úgy, hogy ő itthon volt Budapesten, a fia Helsinkiben, így ketten távolról 5000 km-ről, illetve Helsinki 2500 km, megoldották egy ilyen, hát egy szoftveres megoldással gyakorlatilag sikerült. Nem is kellett hozzá nyúlni, hanem... Nem, egy internetet kellett is az autóhoz is, és megoldódott a probléma. Azért ez nagy dolog. Úgyhogy... Ez nagyon jó dolog, hallod. És hogy jött az ötlet, hogy egyáltalán az elektromos autókkal foglalkoz, hiszen nem is ez a szakmád? Igen, én eredetileg agrármérnök vagyok, viszont nagyon lelkes híve a környezettudatos dolgoknak. Nem ez a sötét-zöld környezetvédőt képzeld el, de próbálok mindent úgy csinálni. Ugye a másik szakmám ugye növényorvos, illetve agrármérnök, tehát ott is olyan dolgokkal foglalkozom, amik jobbá teszik a világot, úgyhogy ez gazdaságilag is megéri az embereknek. Tehát
Sajnos önmagában az, hogy szeretnénk környezettudatosabban élni, az általában, ha nem legalábbis Magyarországon, ha nem párosul mellé valamilyen gazdasági előny, akkor nagyon kevés embert érint meg. Itt viszont ugye mindkét területen, amivel foglalkozom, gazdasági előny is társul mellé. Tehát egy elektromos autót üzemeltetni, fenntartani, közlekedni vele sokkal olcsóbb, főleg, hogyha az ember sokat megy, de akár egy közepesen sokat autózó embernél is már ez megtérül. Ugyanakkor a másik területen, ott pedig drónos permetezéssel foglalkozom mezőgazdaságban, ahol pedig 30-szor kevesebb víz felhasználásával tudom ugyanazt a hatást elérni, ugyanazokkal a növényvédőszerekkel, taposási kár nélkül, tehát nem kell a növényt ugye a traktorral összetaposni, ahhoz, hogy rá juttassuk azt a növényvédőszert, ami meg fogja óvni. Tehát ugye itt is van egy gazdasági előny, ahol plusz pénz marad az emberek zsebében. Ezek a drónok, ezek benzinmotorral működnek? Nem, vagy természetesen ezek is elektromosak, tehát ilyen keferélyküli villanymotorokkal működnek. A kisebbik, ami hát úgy képzeled, hogy én kinyújtanám a két karomat, akkor az átmérője, tehát ez egy olyan 24 kg felszálló súlyjal bír, az ugye 8 rotoros, a nagyobbik, amit most vettem, azt itt, ha szétnyitnám, hát talán elférne a szobában lehet, az olyan 70 kg felszálló súlyjal bír. És azon mekkora területet tudsz? 30 liter szer megy bele, és egy körülbelül 2,5-3 hektárt meg lehet csinálni egy felszállástól, a tábla alakjától függően. És azt annyit bírnak, és az akkumulátorok, tehát irányítható? Egy felszállás, egy akkumulátor, akkor mindig cseréljük az akkumulátort, és amíg ugye a gép repül, addig egy aggregátorról ugye töltöm a tábla szélén az akkumulátort. Ez óriási dolog. Úgyhogy így működik. Meg kell mondjam, hogy a fiam meg van veszve a drónokért, és ki nem mondom, hogy milyen, de valahogy egy egész nyáron dolgozott érte egy pár évvel ezelőtt, és mindenféle vizsgát, biztosítást, mindent elintézett, hogy tudjon vele repülni. És érdekes, hogy rally edzéseken szokta használni, elképesztő jó filmeket csinál vele. Nekem is van ugye a két nagyon kívül, két kisebb, az egyiket ilyen felméréseket használom, az egy régebbi modell, már az nincs támogatás, tehát hogyha az a három akku megdöglik, akkor nem tudok hozzá venni gyárit. Meg van egy picik, amit most vettem még tavaly egy ilyen tenyeremben, elfér, azt vittem magammal az útra, csináltam néhány jó felvételt vele itt ott, ahol úgy gondoltam, hogy felszabad küldeni, és nem fognak érte szólni. De igen, tehát ezek, a DJI egyébként a drónoknak az élvonalában van, amit piacon van drón, kb. 80%-ban a DJI, és a maradék 20% az összes többi gyártónak a terméke. Tehát... De meglepő. Tehát amikor megvetett, most már ez 2 éve volt, azóta is tökéletesen működik az eredeti akkumulátorokkal, hogy 7 kilométerre elmegy, és utána egyedül hazajön. Igen. Tehát ez egy óriási dolog. Hát innen a Szentendrei szigetre bemegy. Én ettől komolyabbat mondok, ebben lesz egy kis politika is, de majd eldöntitek, hogy az-e. A régebbi drónom, a kisebbik, ugye azzal csináltam Miskolcon egy munkát, egy régi úszoda volt az valamikor, ott a Diós Győri stadion mellett, egy ügyvéd úr kért meg, hogy ott nagy volt a fű, hogy egy totális gyomítóval fújjuk le, mert egyébként piszkálják vele. Megcsináltam a munkát, és akkor utána, amikor ezeket mikor egy területet megcsinálsz, felveszed a koordinátákat, ez egy felhő alapú rendszerben eltárásra kerül, legközelebb, ha mész, akkor már nem kell fölvenni a tábla koordinátákat, hanem csak felszállsz, és tök automatán elrepül ugyanazt a pályát a gép. Sőt, ugye ugyanazt a rendszert használnak a kisebbik és a nagyobbik drónom is, tehát hogyha kicsivel fölvettem, akkor ha később a naggyal kimegyek, akkor ugye ha letöltöm ezt a felhőből, akkor ugyanazt a tábladatokat használja a nagyobbik gép, és ugyanazt le tudja repülni. Ez óriás. És pont úgy alakult, hogy egy másik munkával hazafelé a nagy volt nálam, mondom, akkor ezzel oda megyek, megcsinálom. És ahogy letettem a gépet, bekevertük a szert, beleöntöttük, szállnék fel, és akkor látom, hogy egy ilyen nagy kerek valami ilyen tiltott zónát lerajzol nekem a térképen, hogy ami gyakorlatilag ennek a 2,5 hektáros darab földnek a 90%-át lefedi, tehát alig tudsz valamit megcsinálni belőle. És akkor mondom ott a megrendelőnek, hogy mondom, hogy valami gond lesz,
de majd valahogy megoldjuk, majd mondom, vagy kézzel, vagy valahogy lelepülök, vagy ha nem. És valóban úgy volt, hogy felküldtem, és egyszerűen azt mondta, hogy ez tiltott zóna, ő elkezdte lerepülni a maradék részeket, és oda nem volt hajlandó bevenni. Mondom, nem baj, letesszük, felszállok kézzel, és kézzel, úgy nem tudok, hogy egyenesen repül, de lerepülöm. És nem engedi be abba a zónába. Még úgy sem, hogy kézzel mész? Még úgy sem. Ugyanis úgy szoktam feltenni ezt a kérdést, ugye Miskolcon több helyen is szolgáltatok, sportpályákat, ilyesmiket csinálgatok. Az egyik terület, amit csinálok, az a Miskolci megyei kórházzal, pont szemben, ahol a helikopter leszálló is van, meg viszonylag közel van a Miskolci repülőtér is, illetve dolgoztam a közvetlen szomszédjában a Tisza újvárosi olajfinomítónak is, ami szintén egy védett objektum. Felteszem neked a kérdést, hogy szerinted hol van dróntilos övezet a három objektum közül? A Miskolci repülőtér, vagy a csillagpontos mentőhelikopter leszálló 500 méteres körzetében, a olajfinomító körzetében, vagy a Diósgyőri sportcsarnok, vagy a DVTK stadion 500 méteres körzetében? Hát, ha már így kérdezted, akkor gondolom az utóbbi, nem? Igen, tehát mert... a többi helyekre be tudok repülni, ott nem okoz problémát, simán tudok a nagy géppel repülni. Egyébként ott sem okoznék problémát, mert ugye ezek nem mennek fel 400 méter magasra, ezeket ilyen maximum 10 méterre lehet fölemelni, tehát nem tudnék bekukucskálni a stadionba, de mégis letiltja a rendszer, és egyszerűen ugye nem kommunikál, tehát nem engedi be, hogy abban a zónába berepüljél vele. Érdekes ez. Urak, csak azért emeltem poharamat, hogy nem szeretnék moderátorkodni, de igen, muszáj vagyok visszakanyarítani meneteket a Tamás által ominózus befejezett túrára, mert hogy az idő az már igen késői vendéglátókat, hogy nem akarom túl sokáig terhelni azzal, hogy itt tartózkodunk. Tehát tegyetek pontot a te túrádnak a végére, és utána én liberátorrá teszem a további beszélgetéseteket. Mert hogyha leülünk, akkor kevésbé lesz élménygyús az a videó, amit ma összedolgoztunk. Ez így igaz. Akkor hol tartottunk? Elindultál, odáig jutottunk el. Így van. Hogy ezek... megálltál Kassán először, ugye vagyok? Így van, tehát ugye igénybe véve a Teslának a hálózatát, ugye ezeken a töltőállomásokon ugráltam. Ahogy mondtam, ilyen 150-200-250 kilométeres etapokat tettem. Elsősorban azért ugye, hogy ezeket tudjam igénybe venni, ezzel egészen... Bocsás, egy pillanatra, amikor ott esetleg ott egy ilyen Tesla helyen legyen, igen, ez egy kereskedés vagy szerviz, ott hány töltő csatlakozás van? Általában ezek párosan vannak, 2, 4, 8, 16, 40... Mi van, ha éppen ott valaki már tölt, és nincs üres luk, akkor mit csinálsz? Hát akkor várni kell, de egyébként ez a legritkább esetekben fordul elő, tehát általában minimum 4, 8, 10 töltő szokott egy helyen lenni. Igen. Volt ilyen az utam során, ugye Lengyelországban, Varsóban, ott egy szállodának a mély garázsának a minusz 5. szintjén, ott csak 2 van, ott pont ez történt, hogy egyrészt nagyon rossz helyen van, tehát bent van a városközpontban, vagy egyébként nem is mentem volna be, hiszen elkerültem volna a város, mentem volna tovább. Le kell menni a mélygarázsba, egy olyan csigalépcsőszerű, ilyen, úgy mondtam, cipőkanállal kezdik, de befordul egy ilyen 5 méter hosszú autóval, teljesen tele van, tehát még a nem parkolóhelyeken is ugye oldalt állnak az autók, nagy nehezen elbírsz mellette forogni, lemész a minusz 5. szintre, és azt látod, hogy van 2 töltő, az egyiken tölt egy Tesla, előtte egy másik Tesla vár a töltésre, a másik töltőnél pedig hát egy BMW, ami nem elektromos, egy sima hagyományos üzemű BMW foglalja a töltőhelyet. Annyi helyen volt, hogy a BMW mögött meg tudtam állni, egyébként semmi több hely nem volt. Hál' Istennek ugye a töltő Tesla az 1-2 percen belül végzett, elment a másik rá, a BMW tulajdonosa is néhány percen belül megjelent, odébb ment, elment, beálltam a helyére, tehát nem kellett egy 5-10 percnél többet várnom. De általában nincs ilyen, tehát a Nyugat-Európában van nem ritka olyan, hogy 20 meg 40 darab töltő van a Teslának egy helyen, ott nem szokott probléma lenni, úgyhogy ezzel a hálózattal egészen a litvániai Kaunasig tudtam eljutni. Gyakorlatilag odáig nem kellett fizetned semmi üzemanyagot. Így van, de azt követően is viszonylag sok helyen vagy nem kellett fizetni érte, vagy eleve ingyenes a rendszer, tehát úgyhogy viszonylag azt lehet mondani, hogy a nagyjából 18 000 kilométert autóztam,
Én azt mondom, hogy az üzemanyag költségem 100 000 forinton belül van. Azért ez óriási dolog. Hát ezt a benzines autóval kiszámoljuk, ingatja. Még ha azt mondom, hogy Kazaksztánban 160 forint környékén van a benzin, még akkor is sokba kerül. Igen. Azért ez egy óriási dolog.